Jó reggelt! A Gardatótól 10 kilométerre tekerek, vagy inkább menekülök. Na nem azért, mert nem fizettem be a kempingdíjat, hanem mert esőfelhők jönnek keletről. Este is esett, ezért a tábor szétszedését is elég gyorsan kellett megejteni, és reggelizni sem volt időm. Így elég éhes vagyok, ráadásul vasárnap lévén minden be van zárva. Egy fohász az égiekhez, és már is szerencsém van, hallgassuk miért. Hát, mivel vasárnap van, ezért Olaszországban minden zárva van, kivéve a McDonald's. 3,5 euróért kaptam 2 közepes méretű hamburgert, plusz ingyen egy csomó mindent, amit a kuka környékén találtam. A következő kilométerek a Gardató meghódításáról fognak szólni. Nem sokára el is érek egy híthoz, ahonnan már láthatom. Eredetileg itt éjszakáztam volna, de mivel nem így történt, ezért nagyon kíváncsi vagyok, milyen lehet. Preszkiáránál, a tó délkeleti sarkánál le is robogok, hogy megcsodálhassam Olaszország legnagyobb tavát, ami az utolsó jégkorszakban képződött. Köszönhetően elhelyezkedésének, a mediterrán flórának és a kellemes klímának a Gardató az egyik legnépszerűbb úticél Észak-Olaszországban. Most több időt itt nem töltök el, mert egy másik tóhoz szeretnék ma eljutni, ami bár kisebb, de szerintem szebb. Ez nem más, mint az Izeó, ami ide még 100 km, ezért tipli. Természetesen egy itt is jártam fotó még belefért. Innen az út maga lesz a pokol, mert bár minden navigációs rendszer szerint lehet ezen az úton biciklizni, a valóság viszont az, hogy ez az út autóút, bár szerintem a szabványnak nem felel meg, de az olaszok tesznek a nemzetközi szabványra. Miszerint kötelező a 3 méter leállósáv és az elválasztó korlát. Nekem mivel nincs más lehetőségem, megyek ezen. Bár az ehhez hasonló alagutakat jobb lenne kihagyni, főleg mivel oldalt itt sincs biztonsági sáv, és 1600 méteren szívni a benzingőzt nem a legkellemesebb. Az iszonyatos húzatról nem is beszélve, ami rendesen lefárasztott. Már amikor kezdem elfelejteni, hogy egy autóton biciklizek, mindig jön egy tábla, hogy a lelkembe gázoljon. A vizem fogy, ezért ezen a benzinkúton megnézem, tudok-e szerezni. De vasárnap lévén mind be van zárva, így élvezhetem tovább az autóutat tök szomjasan. De Brescia előtt jön az igazi arconcsapás. Igen, jól látják, ez bizony autópálya. Nekem balra kéne menni Brescia felé, ami már csak 10 km lenne. Ha a jobboldali utat választom, az visszavisz a Gardatóhoz. A következő videó alapján rájöhetnek, hogy döntöttem. Hát így, de becsületemre váljék csak 3 km volt, és apait anyait beleadtam, hogy ezt a szakaszt minél hamarabb letudjam. Most bizonyára arra gondolnak, milyen város lehet Brescia, hogy ennyit kockázatok miatta. De valójában még nem vagyok bent, ezért kérdezősködnöm kell. Egy nőt szólítok le, aki nem tudja merre küldjön, ezért mondja, menjek be metróval. Ez elég kreatív gondolkodás, csak én biciklivel vagyok, aminek a tömege 55 kg, és ezzel mozgó lépcsőzni nem a legegyszerűbb. Elindulok az iránytűm szerint nyugatnak, és hamar beérek a belvárosba, ahol 2 templomot is megnézek. Az első a Sant Afra. A biciklit kint hagyom lezáratlanul, majd belépek. A 8. századi templomot többször átépítették, majd a háborús károk miatt 45-ben restaurálták. A munkálatok során egy korai keresztény építmény oszlop, stukkó és terrakotta maradványai, valamint egy háromhajós román stílusú templom részei kerültek felszínre. A másik templom, a Sant Agata, szintén nem túl híres, csak úgy véletlenül botlottam bele, viszont ugyanolyan szép, mint a város többi dómja vagy katedrálisa. A színe kicsit komor, de a faragások, oszlopok és boltívek összhangja csodás példája annak, hogy nem csak a híres templomok lehetnek szépek. Amilyen nehéz volt eljutni Bresciáig, pont olyan nehéz volt a folytatás is. A városból még csak-csak kitaláltam, de a következő 25 km ismét feladta a leckét. Egyik nevesincs falu követte a másikat, majd jött újra az autópálya. Ráadásul itt nincs leállósáv, hogy úgy, ahogy biztonságos legyen, csak egy szűk valami. Az autósokat nem igazán zavarta a jelenlétem, de azért a következő lehetőségnél lejöttem erről az igencsak életveszélyesnek mondható útról. Kis hegyi utakon folytattam az utam, ahol fogalmam sem volt merre megyek, csak azt tudtam, hogy felfelé, mert erőteljesen tapostam a pedált az alacsony sebesség ellenére. Viszont amire egyszer felmegyünk, onnan le is kell jönni. Szerencsére azt már egy ilyen jó minőségi úton tehettem. A tó már csak 5 km lehet, és körülbelül ennyiszer mondhattam magamnak, hogy fogalmam sincs hol vagyok, és hogy akkor most merre kell menni. Hiába volt modern navigációs rendszerem, azt autósoknak írták, nem kerékpárosoknak. A nap 100. kilométerénél viszont beértem Izeóba, a településre, amiről a mellette lévő gyönyörű tó is kapta a nevét. Innen a tájékozódás már sokkal könnyebb lesz, és a táj is valami fenomenális. Az utolsó méterek kicsit rázósak voltak, de végül ideértem. Kigurultam a partra, és pár másodperc erejéig néztem a tájat, na meg azt, hogy a tó másik végén van csak kemping, ami ide még 25 km. Viszont a kedvemet annyira feldobta a látvány, hogy már volt kedvem magamat kamerázni az általam készített selfie bottal. Viszont a sok turista miatt sajnos nem sokáig használhattam.
A parton sok helyen láttam mocsári ciprusokat, amik külseje egy picit a dinoszauruszok korába repített vissza. De a hirtelen a bicikli utat keresztező kerítés miatt hamar visszatértem a jelenbe, mivel le volt zárva. Így küzdhettem át magam az amúgy elég szűk kijáraton, ha ezt lehet egyáltalán annak nevezni. A nap hátralévő részét inkább átadnám a tó szépségének. Egy-egy alagútból, amikor kijöttem és a szemem megszokta a világosságot, elém tárultak ismét a hegyek és a lágyan hullámzó víz. Néha megálltam és csak csodáltam, majd az egyik helyen elkészült rólam az itt is jártam fotó. Aztán kicsit arrébb megint lepihentem és csak arra gondoltam, hogy idén is milyen szép helyre tekertem el. Itt tudtam meg, hogy a Ferrari nyert a Hungaroringen. Mindig is szerettem volna megélni ezt a pillanatot Olaszországban, csak mert kíváncsi voltam, milyen hangulatot csinálnak a tifozik, az ekte olasz Ferrari hívek. De csalódnom kellett, mert rajtam kívül senki nem örült a hírnek, ezért inkább csendben folytattam tovább az utam. 124 km után a tó másik végén belefutottam végre egy kempingbe, ráadásul egy olyanba, amit nem is jelzett a nagyon modern navigációs rendszerem. 16,5 euró, de a lényeg, hogy fél öt magasságába már a sátramat állíthattam. Ez a művelet pont olyan nehéz volt, mint a személyzet egyik férfi tagjának a felfogása. Csak mert miután felállítottam a tábort és mindent bepakoltam, arrébb akart küldeni 10 méterrel. Végül kézzel-lábbal mutogatva meggyőztem, hogy jó helyen vagyok, és pár perc múlva már a tóban állva néztem a tájat. A nagy fürdőzés elmaradt, de a vacsora nem, amit most a kemping éttermében ejtettem meg. Ami nagy hiba volt, csak mert 14 euróért kaptam egy szénégett húst, meg hozzá egy nagyítót, amivel meg is találtam a tányér közepén. A vacsora után még belefutottam pár kabócába, amik a nevükkel ellentétben igen rusnyálatok. Ezzel a képpel búcsúznék innen Olaszország egyik legszebb tava mellől.